Nagyon sok szeretettel köszöntjük a megjelenteket. Köszönöm, hogy ilyen sokan eljöttek. A mai alkalommal a 150 éves főváros megalakulását fogjuk ünnepelni, ugyanis 1783. november 17-én írták alá azt a törvényjavaslatot, amely Pestet, Budát és Óbudát egyesítette. Úgyhogy most ez az egész év tulajdonképpen egy jubileumi év, és még tervezzük, hogy még ősszel is vissza fogunk térni kicsit részletesebben a témára. Úgyhogy most egy ilyen átfogó ismertetést szeretnék tartani erről a hatalmas jelentőségű eseményről. Tehát tulajdonképpen az ismertetés előtt szeretnék egy kis történeti áttekintést nyújtani önöknek a Buda, Pest és Óbuda megalakulásáról, az előzményekről nagyon röviden. Tehát tulajdonképpen Buda alapítása és szerepe a középkorban. Az előzmények, a Gellért-hegy, mint ismert, már a kelta időszakban lakott volt, és az első században pedig a rómaiak a víziváros területén létesítettek tábort. A Várhegy fennsíkját viszont IV. Béla királyunk a tatárjárás után 1241-42-ben építette újjá, miután a tatárjárás teljesen elpusztította. Tehát tulajdonképpen a budai vár megalapítójának tekinthetjük, hogy Székesfehérvárról a koronázó város átkerült Budára, és gyakorlatilag ebben az időszakban az ország székhelye Buda lett. A Duna másik partján Pest is már kezdett ebben az időszakban fejlődni és kialakulni. A török időszakban viszont a törökök Budát tekintették az itteni tartományi székhelynek, és itt rendezkedtek be. Majd a törökök kiűzése után, a 150 éves uralom után sajnálatos módon mindkét település gyakorlatilag elpusztult. Itt látunk egy látképet a középkori Buda váráról, illetve a Várhegy alján kialakuló településről. A budai vár szerepe a 18. században kicsit felértékelődött, ugyanis Mária Terézia elhatározta, hogy tovább fogja építeni és fejleszteni a várat, de ez nem igazán valósult meg, mert összesen kétszer tett villámlátogatást a várban, és tulajdonképpen a fia második József alatt lett közigazgatási központ Buda, de az országgyűlés az továbbra is Pozsonyba székelt. Ugyanebben az időszakban már Pest is erősen fejlődött, az előzmények Pest területén is kelta település volt, illetve a római birodalom időszakában, a jelenlegi március 15-et éren, ezt mindnyájan tudjuk, hogy ott található a Contra Aquincum. A 1470 körül a szabad vásárlási jogot kapott, és attól kezdve kereskedelmi és ipari központtá vált. A 19. században Pest rohamos fejlődésnek indult, és ebben az időszakban már átvette gyakorlatilag a főváros szerepét. Itt három térképen szeretném bemutatni, hogy fokozatosan, hogy fejlődött Buda és Pest a Duna jobb és bal partján. A legelső térkép az 1700 körüli,
és itt tulajdonképpen csak a Várhegy lejtője, illetve a Duna és a úgynevezett fattyúág területe volt beépítve. Majd már az 1737-es térképen azt látjuk, hogy Pest terjeszkedik, és ezt az úgynevezett fattyúágat feltöltik, ennek a nyomvonalán alakult ki tulajdonképpen a Kiskörút. A következő térkép 1830-ból ábrázolja a Pest területét, tehát itt már a beépítés Pest város faláig húzódik, és ez a várfal gyakorlatilag a Nagykörút nyomvonalát fogja a későbbiekben kijelölni. Buda és Pest azért mindig valamilyen szinten összetartozott, úgyhogy ezen a csodaszép metszeten láthatjuk 1737-ből Mikovinyi Sámuel metszetén a két város címerét, ugye bal oldalt Buda, jobb oldalt pedig Pest címerét tartja egy arkangyal. A következő sorozat tulajdonképpen Óbudával foglalkozik. Óbuda területén is szintén már a római kor előtt lakott volt a terület, de a római korban igen nagy kiterjedésű polgárváros és katonai tábor létesült itt Óbudán. Hát mindenki ismeri az Aquincumi romterületet, illetve az amfiteátrumot, a Herkules villa, római vízvezetékek, gladiátor laktanya és egyéb feltárt romterületek láthatók a területen. Az Árpád kori királyok alatt számos templom, kolostor épült ezen a területen. Hát a török uralom természetesen itt is pusztítást okozott, de utána német telepeseket telepítettek, és a szőlőművelés fejlődött ki igazán. Ez a tabló tulajdonképpen három hangulatképet villant fel az egyesítés előtt a három területről. A baloldali, a városkút ismert kép a Schwab-hegyről, utána a szüreti mulatság Óbudán, majd az alsó kép a pesti Dunapart nyüzsgő forgatagát ábrázolja. Gyakorlatilag ebben az időszakban Óbudán és a hegyvidéken a legnagyobb területek szőlőműveléssel voltak elfoglalva. Következő szintén egy hangulatkép, Újházi Ferenc a régi Pest 1832-ből. Pest és Buda valójában a reformkorban kezdett rohamosan fejlődni, mégpedig elsősorban gróf Széchenyi István tevékenysége kapcsán, aki hát meghatározta az egész reformkorszakot, és 1825-ös országgyűlésen, mint tudjuk, a híres országgyűlésen, amit a baloldali alsókép mutat Pozsonyban, meghirdette a Magyar Tudományos Akadémia megalapítását és vagyonának jelentős részét felajánlotta, illetve felszólította a országgyűlésben a képviselő társait, hogy szintén csatlakozzanak e nemes cselekedethez. Továbbá az ő nevéhez fűződik az első magyar teátrum, a Nemzeti Kaszinó, az Óbudai hajógyár, illetve az első lóverseny is, mint tudjuk, a lovassportoknak, illetve a hajózásnak nagy híve volt, és általában minden közlekedéssel, infrastruktúrával kapcsolatos fejlesztésnek.
a Lánchíd, hát ez emblematikus jelképe a fővárosnak. Széchenyi István már 1821-ben kezdett a állandó híd létesítésével foglalkozni Buda és Pest között, amikor egy jégzajlás idején kénytelen volt átkelni a Dunán. A legenda szerint akkor határozta el, hogy itt most nem elég már egy ideiglenes átkelőhely, hanem egy végleges hidat kell tervezni. Jóval később, 1836-ban fogadta el az országgyűlés a Lánchíd létesítését, és Széchenyinek sikerült Sina György bécsi bankárt megnyerni a híd építésének támogatásáról. A terveket William Clerk angol mérnök készítette, és csak névrokona az Ádám Clerk, akiről ugye a tér el van nevezve. Ádám Clerk végezte a híd kivitelezési munkáit. 1848-ban, július 18-án, ezt is tudjuk, a legendák és egyéb történelmi adatok alátámasztásával, hogy a csigasor vonólánca leszakadt, és magával ragadta a munkahidat, ahol Széchenyi állt, de mivel kiváló sportember volt, és ragyogóan úszott, hát így természetesen szerencsére nem fulladt bele a Dunába. A híd avatására viszont a szabadságharc miatt jóval később került sor, és mondhatjuk, hogy elég mértatlan körülmények között, mert 1849. november 20-án Hajnaú avatta fel, és tudomásunk szerint Széchenyi soha nem ment át a hídon. A következő kép tulajdonképpen a Lánchíd oroszlányait ábrázolja. A mai napig őrzi a két oroszlán, a két nyelv nélküli oroszlán egyébként, amint szintén ismert történet, a város nyugalmát, Marsalkó János szobrászművész alkotása, és 1849 óta a helyükön vannak. Pest-Buda közvetlenül az egyesítés előtti állapotában, tehát Pest és Buda egyesítésének gondolatát szintén lehet mondani, hogy természetesen Széchenyi István vetette föl már az 1830-as években, és az elnevezése is Széchenyitől származik. 1831-ben a Világ című művében írta le a későbbi Budapest elnevezést. A Szemere kormány, ugye a szabadságharc utolsó időszakában, 1849 nyarán elfogadott egy rendeletet a két város egyesítéséről, de sajnálatos módon a forradalom leverése után a hatóságok ezt a rendeletet semmisnek tekintették. Itt megint egy hangulatkép az 1853-as Pest és Buda látképéről, a Nemzeti Múzeumban tekinthető meg egyébként. A szabadságharc bukásával ugyan mondhatjuk, hogy a rendelet, amit Szemere kormánya hozott, megsemmisül, de maga az eszme és a gondolat, az tovább élt, és tulajdonképpen a központosító hatalom az abszolutizmus idején is érzékelte, hogy közigazgatási szempontból sokkal egyszerűbb, hogyha a városok legalábbis közigazgatási szinten össze vannak kapcsolva, így Óbuda Budával, illetve Budapesttel, 1867-es kiegyezés magasságában már össze lett kapcsolva.
de a kiegyezés tulajdonképpen sokat lendített a város egyesítése ügyén, és az országgyűlés az 1871. novemberi ülésén, november 19-i ülésén tárgyalta először Buda és Pest fővárossá alakításáról és rendezéséről szóló törvényjavaslatot. Majd némi idő elteltével Buda-Pest főváros név alatt az egyesítést a fővárosi képviselők, akik újonnan meglettek választva, 1873. november 17-i ünnepi ülésükön, ünnepi közgyűlésükön fogadták el. És most megkezdődik a hatalmas lendülettel a az egyesített város fejlesztése, mégpedig a fővárosi közmunka tanács közreműködésével, ugyanis a fővárosi közmunkatanács előbb megalakult, mint a város egyesítése, már 1870. április 10-én, és ez nem volt véletlen, mert a Duna szabályozásáról kellett már az alapító okiratban rendeletet hozni, és erről intézkedni. Ahogy megalakult, rövidített nevén az FKT, azonnal elkezdődött a munka, és a legendás Budapest vőlegénye, a kockás báró, báró Podmaniszki Frigyes lett a közgyűlés elnöke, aki 30 évig töltötte be ezt a címet, hatalmas szeretettel és lendülettel tekintette a főváros fejlesztését szívügyének. Már az 1871-ben történt intézkedés, tehát még a főváros egyesítése előtt a Sugár út, jelen nevén az Andrássy út megalkotásáról, és végig a fővárosi közmunkatanács irányítása és koncepció terve alatt zajlott Budapest szabályozása és fejlesztése, úgy az infrastruktúrális vonatkozásban, mint az építészeti területen. Egész működése alatt fényesen bizonyította, hogy mennyire szükséges a főváros működésében az egyetértés, hogy a város és a kormány és a társadalom közösen egyetértve működjenek a város érdekében. Sajnos a fővárosi közmunkatanács 1948. november 17-én megszűnt, és azóta is csak a hiányát érzékeljük. Ez a fotó, amelyet 1871-ben Borsos József fényképész úr készített, a közmunkatanács irányítása alatti fejlesztésekben közreműködő építészek csoportképe. Középen természetesen Íbül Miklós ül, tőle balra Baumgarten, jobbra Weber Antal, az állósorban pedig Wedisman Ignác, kevésbé ismert építészek, Unger Emőd, Favári József, Ney Béla és ifjú Koch Henrik. A csoportban nem véletlenül ül középen Íbül József, egészen elképesztő munkásságát tudhatunk magunkénak. 1814 és 1891 között épült, nevéhez fűződik számos középület és számos palota épület.
leghíresebb középüle természetesen az Operaház, de ugyanakkor a Corvinus Egyetem, a Várkert Bazár, a Bazilika befejezése, amit tudjuk, hogy Hildi József kezdett el, a Bakástéri templom, a Margit-szigeti nagyszálló, és a Palota negyed, a Pollák Mihály, Téri, Károly és Festetis paloták mind a nevéhez fűződnek, és természetesen nem csak a fővárosban tevékenykedett, hanem gyakorlatilag a Károlyiaknak házi építésze volt, tehát számos kastélyt, a Fóti templomot, és még sorolhatnánk, hogy mely kastélyok fűződnek vidéken is Ybl nevéhez. A nagyszabású beruházások a közmunkatanács irányításával azért ki kell mondanunk, hogy elsősorban Pesten valósultak meg, és nem annyira Budán. Tehát kiépült a Sugárút, a Nagykörút és a Dunapartok beépítése. Na most ez a Sugárút és körútrendszer tulajdonképpen egy nemzetközi pályázatnak az eredményeként született meg, amelyet 1870-ben Lechner Lajos nyert meg, és gyakorlatilag még ezen kívül a közmű tervpályázat megnyerése is nevéhez fűződik, és nem csak megtervezte, hanem tulajdonképpen végigkísérte mindezeknek a létesítményeknek a megvalósulását. Először néhány hangulatkép a sugárutakról, körutakról. Itt a Kossuth-Lajos utca ismert csomópontját látjuk, illetve a Nagykörútnak egy részletét, és az oktogont 1897 körüli időszakban. Természetesen a közlekedés rendkívül fontos volt, mert a város lakossága a századforduló magasságában gyakorlatilag 2,5-szeresére nőtt, és ezért a tömegközlekedés fejlesztésére rendkívül nagy figyelmet és szerepet kellett fordítani. Úgyhogy 1877-ben megnyílt a nyugati pályaudvar, 1884-ben a keleti pályaudvar, a villamosjárat szintén még a századforduló előtt elindult Pesten és Budán is, valamint az ezredéves kiállítás alkalmával 1896. május 2-án adták át a világ legelső villamos meghajtású föld alatti vasútját itt nálunk Budapesten. Ezt a jelenetet ábrázolja itt a baloldali kép a tablón. A pályaudvarokról egy-egy korabeli kép. A nyugati pályaudvar, amelyet 1877-ben adtak át, közismert, hogy híres párizsi építész iroda, mégpedig Eiffel irodájában készült, de végül is nem ő tervezte meg, hanem az egyik munkatársa, Seyrig Teofil. Azt viszont kijelenthetjük, hogy a pályaudvar csarnokának vasszerkezete a maga korában egy attrakció és egy technikai bravúrnak számított. A keleti pályaudvar később nyílt meg 1887-ben, terveit Rochlitz Gyula és Feketeházi János készítették. Egyébként természetesen a tervezést ezekben az esetekben is nemzetközi tervpályázatok előzték meg. A hidak, hát a közlekedés alapkérdései tulajdonképpen a Dunán átívelő hidak építése, úgyhogy a Ferenc József híd és az Erzsébet híd a századforduló
magasságában valósult meg, szintén közös tervpályázat eredményeként egyszerre írtak ki mind a két híd megvalósítására tervpályázatokat, és a Fővámtéri hídat Feketeházi János terve nyerte el, az Erzsébet hídra viszont nem a nyertes tervezőt, hanem Cekelius Aurél mérnököt bízták meg a későbbiek folyamán. A közlekedés után most egy kicsit nézzük át a palota építést, ugyanis tulajdonképpen a körutak, nagy körutak ma is látható csodálatos palotáit a korabeli arisztokrácia építette föl, tehát vidéki birtokaik mellett feladatuknak érezték, hogy az újonnan alakult Budapesten saját palotát és helyenként villákat építsenek. Ez a kép az eltűnt Geiszt palotát ábrázolja, amely Hajdan a Kálvin téren volt. Ez már napjainkban nincs meg. Ybl Miklós és Gottgeb Antal építészek tervezték. A palota építés kiemelkedő példái tulajdonképpen a Palota negyed a Nemzeti Múzeum mögött, a Károlyi palota és a Festetis palota. Gróf Károlyi Alajos palotája 1893-ban készült, Gróf Festetis György palotája korábban, 1865-ben, és mondanom se kell, hogy mind a két palotát Ybl Miklós tervezte. A paloták után a teljesség igénye nélkül természetesen, mert hiszen egész Budapest ebben az időszakban létesült, úgyhogy engedjék meg, hogy csak egy-egy kiemelkedő példát mutassak, mert számos más megvalósult, csodálatos épület is van ebből a korból. Kiemelkedő alkotás az Operaház, amelynek tervpályázatát természetesen Ybl Miklós nyerte meg, és egy csodálatos neoreneszánsz tervet készített. Maga az Operaház 1884-ben nyitotta meg kapuit, és a köztudottan a Bánkbán előadásával. Itt láthatunk egy csodálatos grafikát, nem is valószínűleg rajz és akvarell technikával készült, tehát a belső nézőtér az Operaházról, Ybl és tanítványainak munkája. A Fővám palota 1874-ben készült, itt voltak különböző előzmények, más tervezők, de mivel nem volt igazán sikeres, ez is Ybl Miklós feladatát képezte. Most viszont egy kicsit későbbi időszakra térünk át, ez már az eklektikából és a neoreneszánsz után, most gyakorlatilag már a szecesszió korába lépünk, a századforduló magasságában. A posta takarékpénztár 1899 és 1900 között épült Lechner Ödön, úgynevezett magyar nemzeti szecesszió stílusában. Ez nem keverendő össze a népi nemzeti szecesszióval, amit a fiatalok képviseltek. A Lechner-féle szecesszió az ornamentikus, csodálatos, gazdag díszítésre tette a hangsúlyt, ahol a magyar motívumok mellett keleti motívumokat használt, és a zsolnai gyár hatalmas munkát fektetett be az elkészült épületekbe.
Ugyan ebben az időszakban készült az Iparművészeti Múzeum, amely egyébként már a főváros egyesítése előtt el volt határozva. 1872-ben hozták meg a döntést, de megépülni csak 1907 körül tudott, szintén Lechner Ödön, illetve Pártos Gyula tervezőtársa készítette a terveket. És hát a korszak legkiemelkedőbb épülete következik, az Országház, amire szintén egy hatalmas tervpályázat volt kiírva, és ezt a pályázatot viszont Stejd Imre nyerte meg, aki neogót stílusban készítette el a világ viszonylatában a második legnagyobb operaházat, mert az első, azt tudjuk, hogy az Londonban van. De nem kell szégyenkeznünk a második helyért sem. Ez 1883 és 1902 között épült. Hát elég hosszú ideig, de a mai szemmel nézve ez nagyon rövid idő, mert szerintem a mai kapacitás mellett ez elképzelhetetlen lenne, hogy egy ilyen hatalmas volumenű, ennyire gazdag épület tulajdonképpen 15 év alatt megépül. A Budán kellene most egy picit körülnéznünk, mert azért bizony itt is történtek komoly fejlesztések, és először a Szentháromság tér a budai várban lenne itt a figyelem középpontjában. Mint tudjuk, a Szentháromság tér központi eleme a Mátyás templom, de a Mátyás templom a barokk korban teljesen másképpen nézett ki, mint napjainkban. Tehát a piaristák kezelésében volt, és a templom körbe volt építve a rendházzal, illetve a tanulók, diákok szálláshelyével, tehát teljesen be volt szorítva. És Schulek Frigyes volt az a tervező, aki vállalkozott rá, hogy a Szentháromság tér rekonstrukcióját, a teljes teret, tehát nem csak a templomot elkészíti, és ez elég hosszú időt vett igénybe, tehát 1874 és 1896 között valósult meg az a térrendezés és az a székesegyház, amit jelenleg is láthatunk teljes pompájában. Tehát a lényeg az volt, hogy ő tulajdonképpen a toldalék épületeket a templomról minden irányban lebontotta, és hát miután kiszabadult a templom, akkor gyakorlatilag neogót stílusban, tehát az úgynevezett purista műemléki helyreállítás szemléletével állította vissza, ami körülbelül annyit jelent, hogy nem ragaszkodunk a nagyon-nagyon hiteles, hát nem is lehetett, ugye akkor még az előző középkori állapotokról nem nagyon voltak tervrajzok, hanem a jellemző stílusnak egy leglátványosabb korszakát idézte fel Schulek a Mátyás templom megvalósításában. Majd a tér lezárásaként a keleti oldalon a halászbástyára készített tervet, amely valamivel később valósult meg 1896-ban, és egy hatalmas összművészeti alkotást hozott létre, így napjainkban is elvarázsol mindenkit, és hát tudjuk, hogy hatalmas látogatottsága van. A korszak
másik igen jelentős alkotása tulajdonképpen a Várbazár. Sajnos itt a fejcím elnézést, itt most vettem észre, hogy nem pontos, tehát most a Várbazárnál vagyunk, amely 1870-es évek elején született az ötlet, hogy a Várhegy lankáit a Duna felé egy reprezentatív kertes kertrendszerrel és egy épülettel be kell fejezni és le kell zárni. A komplexum 1875 és 1883 között épült. Most megint csak visszatérünk a nagymesterhez, Ybl Miklóshoz, az ő tervei alapján, a kedvenc stílusában, a neoreneszánszban. Eredetileg kereskedelmi létesítménynek készült, innen is ered a neve, hogy Várkert Bazár. Árkád sorai alatt azonban az üzletek nem túl sokáig működtek, mert hamarosan női festőművei lett, illetve 1884-től szobrászműhely, és Tróbl Alajos már itt készítette a Mátyás kút alkotását ezen a helyen. Most pedig már itthon vagyunk, vagyis az Ugligetben, és most egy kicsit gondoljuk át, hogy ebben az időszakban mi is történt tulajdonképpen a hegyvidéken. A hegyvidék infrastruktúrális fejlesztése volt gyakorlatilag jellemző a főváros egyesítése korában, és hát ez nem volt véletlen, mert a kies kirándulóhelyek szinte korábban megközelíthetetlenek voltak, és ezek megközelítésére kellett kötött pályás közlekedési eszközöket kialakítani. Ennek az első példája az 1860-as években a lóvasút volt. Az első lóvasút a Víziváros és a Zugliget között létesült, és itt láthatjuk az 1885-ben Kauzer József építész által készített végállomást, ami eredetileg a lóvasút végállomása volt, de a vonal villamosítása után már a későbbi 81-es villamosnak is ez a gyönyörű épülete lett a végállomása. Itt láthatunk egy csodálatos archív felvételt, az 1885-86-ban épült svájci típusú villáról, hát rendkívül gazdag, fűrészelt, úgynevezett fűrészelt deszka az, ami ugye a svájci ornamentikát annyira képviseli, és hát ezt nem kell mondanunk, hogy hála Istennek napjainkban régi pompájában látható az épület, némi funkcióváltással, és ha igazak a legendák, akkor a rekonstrukciójánál is svájci mérnök bevonására került sor a kivitelezés folyamán. A kép készítésekor már villamosítva volt, tehát itt nem a lovas szerelvényeket látjuk, hanem a hajdani 81-es villamosnak a szerelvényeit. A másik nagyon nagy infrastruktúrális közlekedési beruházás a korszakban a hegypálya volt, a fogaskerekű. 1873. május 24-én kötetett meg a szerződés a svábhegyi fogaskerekű vasút megépítésére. Tisza István közmunka és közlekedési miniszter
adta ki még ebben az évben a koncesziós engedélyt, és ebben a napon el is kezdődött az első és egyetlen magyarországi fogaskerekű építése. Tervezője és kivitelezője Katri Szalész Ferenc, bázeli mérnök volt. Egy esztendő, csupán egyetlen egy esztendő alatt épült meg a hegypálya. Hihetetlen, nem? Hát mostani beruházásokkal nem tudjuk összehasonlítani. 1874. június 24-én történt az ünnepélyes felavatás, amelyen Jókai is részt vett, és hát ez is egy legenda, hogy ő futó lépésben követte a fogaskereküt, és aztán végül is sikerült rá felkapaszkodnia, és hát kortársai ezen igencsak élcelődtek. A személykocsi 99 esztendőt, a mozdonyok 55 esztendőt szolgáltak ki, egészen a vasút villamosításáig. A felső kép az én lakóhelyem, a Városkút vonalában készült, mert hogy abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy itt tervezhettem annó egy lakóparkot az egyetem részére, és hát minden nap átmegyek ez alatt, a híd alatt. Oda is, meg vissza is természetesen. Az alsó képek pedig ugyancsak a svájci típusú végállomásokat ábrázolják. A Schwab-hegyi, amely akkor még a végállomás volt, mert most már tudjuk, hogy a Széchenyi-hegyi a végállomás, a jobboldali kép pedig a Városmajori indóállomást ábrázolja, akkori gyönyörű szép alpesi építményeivel. Itt egy látvány a Schwab-hegyi fogaskerekű vasút és a Városkút, úgyhogy én ezt szoktam látni. Naponta többször megnézem, mert pontosan a teraszok erre a területre vannak tájolva, mind a 30 lakásé. A déli vaspálya következik. A déli vaspálya Buda állomása, amely szintén lehet mondani, hogy Széchenyi nevéhez fűződik, mert ő már 1825-27-es országgyűlésen tett javaslatot, 4 fő, 4 mellék és 4 szárnyvasútvonal kialakítására a főváros területén, de természetesen ez később valósult meg az 1850-es években, és a déli pályaudvar elnevezést 1873-ban kapta, ami nem a földrajzi fekvésével függ össze, hanem a vasúttársaságével. És ugyanígy a nyugati meg a keleti pályaudvar is nem égtájakat jelent, hanem a akkori vasúttársaságoknak a nevét. És most a hegyvidék hangulata, a vendéglátás a 19. században. A Zugliget a közismert legenda szerint Mátyás király kedvenc vadász területe volt, de rajta kívül még más uralkodók is szívesen jártak a hegyvidékre. A 19. századig tulajdonképpen csak néhány majorság, egy-két kocsma és gazdasági épület, esetleg elszórt nyaralók voltak a hegyvidéken, nem volt beépítve, erdők, mezők és hatalmas szőlőbirtokok voltak, de hát tudjuk, hogy a szőlőbirtokok sajnos a 19. század második felében teljesen elpusztultak filoxéra járvány következtében. Viszont a varázslatos táj azért mégiscsak megmaradt, és a fővárosiak kedvenc kiránduló helyévé vált, amelyet nagymértékben
felgyorsított a lóvasút, illetve a fogaskerekű elindulása, és ez a vendéglátásnak rohamos fejlődését eredményezte. Néhány vendéglő a sok közül, a Laszlovszky Major és a Szarvas Kocsma van ezen a képen, egy-egy kis jelzésszerű bemutatással. A Laszlovszky Major több épületből állt, vendéglátó és mulatóhely volt a 19. század elejétől, a Szarvas Gábor út 58 szám alatt, és az egyik épülete szerencsére megmaradt, ma a Máltai Szeretett Szolgálatnak a székhelye. Akkor Laszlovszky Major és Frissítőház néven volt ismert. Szintén majorsági kocsmából lett az 1930-as évekig működő Szarvasház című vendéglő, a mai Zugligeti út 10-es számú telken. Mindkét vendéglő nagyon kedvelt volt a korban. A Szép Juhászné fogadó, illetve a Fácán vendéglő van a következő képeken. A mai Budakeszi út 95 számú telken építette a híres Szép Juhászné vendégfogadót Buda jegyzője, majd később bírája, Pavianovics János az 1700-as évek végén. Jó hírnevének köszönhető, mármint nem neki volt jó hírneve, hanem a fogadónak, számos híres vendéget fogadhatott, költőket, művészeket, de még politikusokat is, mert ez is egy legenda, hogy még Bismarck kancellár is megfordult, megtisztelte a vendéglőt. A Fácán üdülőtelep, amit szintén nagyon jól ismerünk, a 19. században igen sok épületből állott, mert egy valóságos üdülőtelep volt. Na most az úgynevezett Fácán vendéglő, a későbbi kutatások, ugye a napjainkban a helyreállítás folyamán derült ki, hogy nagy valószínűséggel Hild József nevéhez fűződik, aki ugye a híres mellette lévő Fácán fogadót egyértelműen ő tervezte, de valószínűleg a vendéglő eredeti állapotát is ő oldotta meg, csak ez később a századfordulón historizáló stílusban a klasszicizmus helyett átépítésre került. A mindkét vendéglő, de különösen a Fácán nagyon elhíresült, igen látogatott hely volt, és hát az is ismert legenda, hogy a többek között a két Horthy fiú is ide járt mulatozni, és ezért ragadt rá tulajdonképpen napjainkban a Horthy villa elnevezés. A vendéglátóhelyek között kiemelkedett abban az időben a Disznó fővendéglő, amely hát ma lehangoló képet nyújt, de ez egy enyhe kifejezés. Tehát a Disznófő forrás körüli úgynevezett Sauvinkelt, Disznóliget, mert ugye svábok lakták végül is a Schwab-hegyet, 1762-ben vásárolta meg Johann Karl Stettner tanácsos, aki a környék leggazdagabb földbirtokosa volt, és egy forrásházat épített a Disznó forrásnak a fogadására, mellette pedig egy ugyancsak később népszerűvé vált vendéglőt, ahol a kor művésztársadalma előszeretettel megfordult legjelesebb színészek, írók és költők, és Vörös Marti
ihlette meg a jelenleg a forrásház timpanonjában elhelyezett idézettel, hogy jó kedvre teremté az Isten zugligetet, gond és búbánat víg kacagásra derül. Gond és búbánat víg kacagásra derül. Hát önök jobban látják a feliratot, úgyhogy elnézést. Köszönöm a segítséget. Most viszont, azt mondanom se kell, hogy a szívem csicske következik. Ezt nem kell mondanom, mégpedig az Isten szeme fogadó, mint utolsó példa. Ugyancsak Johann Carl von Stettner udvari tanácsos nevéhez fűződik, mert hogy végül is a disznófő területe átterjedt az Isten szeme fogadó. Tehát ez egy hatalmas összefüggő terület volt, tehát ez is a Stettner tanácsos birtokában volt, és itt már az 1760-as években működött vendégfogadó, és az Isten szeme elnevezésről szintén különböző legendák keringenek, hogy ez egy kisméretű, eredetileg klasszicizáló kis villaépület volt, és a timpanonjában egy hatalmas szem sugárnyalábbal övezve, úgyhogy állítólag innen ered az Isten szeme elnevezés, de a másik feltételezés az, hogy akkor még meglévő Isten szeme forrásról, ami egyébként azóta már sajnos nyomaiban sem található. Tehát, amit most látunk a képen, az nem az eredeti fogadó, hanem az 1850-es években épült, a helyére épült Hagenmacher villa. Az eredeti fogadó viszont, ugyancsak ismert a legenda, arról híresült el, hogy 1837. május 4 és 5-e közötti éjszakán itt fogta el a császári sereg Kossuth Lajos a törvényhatósági tudósítások és terjesztések miatt. A Toldi Ferenc szintén együtt nyaralt Kossuth-tal, és így emlékezik az eseményre. Májusról 4-ről 5-re éjjeli 1 óra tájban Ötvös József királyi fiszkusz, egy kapitány, egy trázsamesterrel és 48 gránátossal vétette körül a nyaralót. Letépte Kossuthot, kétségbe esett és könyvbe fúló családja kebléről, a budai várban, a Verbőci utcában lévő börtönbe zárták. Egyébként itt valóban 3 évet töltött, de mondjuk nem haszontalanul, mert ugyancsak az a legenda, hogy ez idő alatt tanult meg tökéletesen angolul. A villa közelében található az 1913-ban állított emlékmű, a jobboldali képen látható az avatása, mely a főváros legelső Kossuth szobrának tekinthető. És hála Istennek ez még napjainkban is megvan. Hát most annyit szeretnék csak már hozzáfűzni, hogy 1873. november 17-én tartott emlékülés, közgyűlés, ünnepi közgyűlés végül is beváltotta a hozzáfűzött eredményeket, mert ennek következtében épülhetett meg a Duna két partján számunkra, de talán mások számára is a legszebb világváros. Úgyhogy most én a figyelmet megköszönöm.